Hagyománnyá vált már a Klapka-György középiskolában, hogy évről évre egy fórum keretében tájékoztatják az önkormányzat képviselőit, illetve a térség vállalkozóit az intézményben induló képzésekről. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója Hicsó György köszöntőiben felvázolta a várható, tagintézményüket is érintő szervezeti változásokat. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban 2019. január 1-től nem fogja nagyon megváltoztatni a centrumok életét, de a parlament előtt van egy törvényjavaslat, amely a szakképzési centrumokról szól, és a szakképzési centrumok létrehozásával kapcsolatos törvényt módosítja, mégpedig a centrumokban is január 1-től kancelláriát szeretnének bevezetni. A főigazgató elmondta, hogy a Klapka oktatási szerkezete jól illeszkedik a 2015-ben létrehozott 6 tagintézménnyel rendelkező Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrumhoz. Az induló képzések pedig igazodnak a térség vállalkozóinak munkaerőigényéhez. A korábban már megismert szakképesítési területek mellett újakat is felvállalnak. Meg szeretnék említeni egy újabb képzést, amelyet 2019-2020-as tanévben fogunk tudni indítani, és erre már a beiskolázási engedést megkaptuk. Újra indulhat több év után a Jászberényi Klapkában a mezőgazdasági gépész képzés. Ennek nagyon örülünk, hiszen az elmúlt években fáradalmakat tettünk arra vonatkozóan, hogy ezt a képzést elindíthassuk. Engedélyt nem kaptunk rá, idén viszont ez az engedély megszületett, így a helyi vállalkozások végre gépészeket kaphatnak a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági képzés újraindítása mellett az elmúlt tanévtől ismét van kőműves szakképzés az intézményben, illetve szeretnék ismét elindítani a festőszakma tanítását is. Számos ösztöndíjprogramot kínálnak a 8-ból kikerülő tanulóknak, illetve a szakmák interaktív bemutatásával is próbálják megnyerni a diákokat. A fodrászok tényleg hajat készítenek, a pékek szakácsokat sütnek, főznek, cukrászok is finom süteményeket, de a hegesztők hegesztő szimulátorral bemutatják azokat, hogy mit lehet készíteni, és példaképpen azt szeretném mondani, hogy ez a szakmaválasztó azért nagyon jó itt, amit kezdeményezett Jászberényben. Bemutatkoznak az iskolák, de ugyanakkor ott vannak a vállalkozások, cégek, akik meg ajánlják, hogy mennyi pénz, milyen egyéb lehetőségek, kafetéria, plusz juttatások, jövedelmek, és így akkor ez így közösen ezt a szakképzés felé, én úgy gondolom, egy picit el tudtunk mozdulni. A hatékony szakképzés egyik legfontosabb tényezője, hogy az intézmények élő kapcsolatot alakítsanak ki a vállalkozásokkal. A csütörtökön tartott fórum ehhez is hozzájárult. Ezeket a magasan kvalifikált szakembereket szeretnénk, hogyha itt Jászberényben tudnánk képezni, illetve a későbbiekben ennek nyomán, vagy az innen elkerülő fiatalokkal szerződéseket kötve, akár egy duális képzés keretében is tudnánk foglalkoztatni és továbbképezni a munkahelyeken. A fórumon felszólaló Hajnal Nagy Gábor alpolgármester kiemelte, hogy az önkormányzat lehetőségei szerint, ahogy eddig, ezután is támogatja a Klapka fejlesztését. Jászberényi vállalkozások nagyon komoly eredményeket tudtak ugye felmutatni az elmúlt 20-30 évben, és hát nagyon komoly kihívásokkal néznek most is szemben. A munkaerő, a szakképzett munkaerő, a művelt emberfők, azok a legfontosabb erőforrások, én azt gondolom, minden egyes cégnél, és ennek a megszerzése, megtartása egy nagyon komoly kihívás. A tájékoztató résztvevői ízelítőt kaphattak a Klapkában zajló oktatás eredményességéről is. A tanácskozást követően megkóstolhatták az intézmény szakács és cukrász tanulóinak munkáit, például a kacsa májvariációkat bankok makaronnal, vagy a kacsa aprólékleves pirsalmával.